Na tehát itt is, amikor Super Liminállal visszajöttünk, achievementeket vadászni, valamint titkos dolgokat, ugyanis egy rakatnyi collectible itemet elhagytunk, amit szerintem ma meg lehet, hogy mindent össze is fogunk szedni, de először. Valaki azt mondta, hogy a menübe kattints csak a címére a játéknak. Nem tudom azt mondani, hogy tehát másra számítottam az őszintét megvalva, viszont hogyha jól tudom, valahogyan be lehet ide most akkor menni. Hát nem így. Ez egyből kirak minket a játéknak a legvégére, mi nem ide szeretnénk menni. Szóval vadászunk akkor achievementeket, kezdjük is a legértelmesebbel, ami a... Tehát ez, hogy valahogyan elérhető achievement. Szép volt a valami tevésed, ez borzalmas ez az achievement, tehát jó, nem akartam New Game-et kezdeni. Tehát egyből a játéknak a lehető legelején nagyon-nagyon izgalmas, tudom, meg kell fogni az első kis dolgot, amit meglátunk, és innentől fogva nem mozoghatunk körülbelül 2 percig. Jó, szóval felemeljük, és ennyi, mostantól itt fogunk ülni körülbelül 2 vagy 3 percig. Jó, this gameplay is fire. Ah, meg is vagyunk, jó, ez felettébb egy érdekes achievement volt. Ezután a következő achievement elméletileg itt van a következő szobában, nem itt, hanem a következőben, tehát ezt még megcsináljuk, és akkor áthozzuk ide ugye a kockát, és meg is vagyunk akkor ezzel is. Hova tűnt? Nem tudom, miért szeretnek nekem ennyire átesni a falon a dolgok egyébként, hagyjuk. Szóval itt van elméletileg a következő achievement, amit valahogyan így kell elérni, vagyis hát megbocsássatok, ez nem egy achievement, ez egy szedhető tárgy, ez elméletileg itt van fent, és egy kék sakbábú, de ezt szerintem mi felvettük már, hogyha minden igaz, nem? Így, na ezen már csak fel tudunk menni, nem? Igen, elméletileg itt van egy kék sakbábú, de igen, én ezt felvettem már, erre emlékszem is, ide bugoltam fel gyakorlatilag, jó. Na és viszont akkor, tehát azok ténylegesen achievementek, hogy a poroltókat és a tehát biztonsági húzókarokat is meghúzzuk mindent, mert ez egy rakatnyi ideig el fog tartani, de nem mint hogyha lenne jobb dolga már ezt, mondjuk. Ki tudja. Egyébként ezt tegnap nem mondtam, de zseniálisnak találom ezt a játékot, és nagyon-nagyon egyértelmű lett a sztori alatt, hogy nem a játékosról volt szó, vagy hát bocs, nem egy karakterről volt szó, hanem tehát rólunk volt szó, mint játékos. Viszlátva. Na, szóval elvileg innen fog indulni tehát a hajsza a kapcsolókért és poroltókért, mert hogyha minden igaz, itt van a legelső belőlük? Egész szomorú, mert én nem látom őket. Meg lehet, hogy már kihagytuk őket. Ja nem, itt van. Cső. És... ső! Oké. Tehát akkor most mindegyiket megkecsi... Jó, végigfutok ezen az első fejezeten. Szólok, hogyha van bármi érdekes. Annak a túloldán volt bármi érdekes. Szóval ott, ahol van az a lyuk, és tehát ugye leesnénk, ott kell nekünk vinni a sajtot, hogyha minden igaz, és át kell ugranunk a lyuk fölött. Tehát nem nagyon látjuk, hogy hol van igazából a lyuk, de hé, minél nagyobb sajtot tudunk csinálni igazából, ami nekünk szerintem annál jobb. Így is van. Ez már szerintem megfelelő méretű, és akkor lerakjuk a sajtot úgy nagyjából így. Basz ki a sajtom. Na szóval megfogjuk szépen a sajtot és lerakjuk úgy, hogy ott látom, ott van a mapnak a széle. Jó. És erre megpróbálunk. Nem. Eltűnt a sajtom. Eltűnt a sajtom. Mi van? Ó. Oda fel lehet? Helyezni ezt semmibe gyakorlatilag? Fura, nem tudom, hogy tehát ott mi van kifejezetten, ami miatt ez történik, de oké, megbeszéltük. Na és akkor most már ténylegesen próbáljuk meg átjutni, úgyhogy lerakjuk így a sajtot, nehogy lesz. Picikétan előrébb tudlak vinni, csak egy nagyon-nagyon picikét, jó? Jó, lássuk. Csesz meg, sajt! Hogyan kell lerakni ezt az állatot, hogy átmehessek, légy szíves, Ez még nem is tűnik olyan rossznak. Eddig meg se próbáltunk rámpát épp, valószínűleg azért, mert nem működik, jó. Még mindig az első kicseszett pályán vagyunk, mert nem tudom megcsinálni ezt a retkes sajtos ugrást, gyerünk már. Na! Nehogy! Ne csináld ezt, légy szíves. De most már megint kicsi lett, miért? Nem értem. Mi lenne, hogyha... Az nem tűnt olyan rossznak egyébként, azt kellene úgy valahogyan itt megcsinálnunk. Hallod? Így esetleg? Nem, ez így lebuckázik. Mi a franc történik? Mi lenne, hogyha... Várjál. A szellőző, hallod? Megvan a megoldás, fel kell mennünk a szellőzőnek a tetejére, igye? Aha. Ez így... Ez mindenképpen lehetséges, hoznom kell még valami tárgyat, itt meg lehetett még valamit fogni, nem valami random doboz, hogy valamit. Sajnos nem találtam semmit, amit meg tudnánk fogni, úgyhogy ezzel az egy darab sajttal be kell érnünk. De, hé. Ugye fenn vagyunk a... Nem hiszem el, mit csinál sajt, állj meg, légy szíves. Nem elég nagy, valahogyan nagyobbítani kellene rajta. Az úgy nem tűnik rossznak, nem. Ez mondjuk már valamilyen mérettel rendelkezik, az biztos. Ezt fel kellene raknunk ide erre a dobozra szerintem. Sőt nem, ezt igazából így kellene rakni
Aha, mert innen át tudunk jönni ide, és ide, és akkor innen kellene valahogyan még feljebb. Most kellene ráesni erre a dobozra. Na, szép. Fennakadt. Úgy es le, csak fordítva. Úgy nagyjából. Nem, megint fennakadt. Nem, lecsúszik. Ámen. És jó, nem jól csúszott le, nem hiszem el. Ó, lámpa. A lámpa a következő célpontunk szerintem. Nem, a lámpa az nem lehetséges valószínűleg. Abszolút nem tudok felmenni a lámpára. Megint összenyomtam, áááá! Kell más is. Nem elég ez az egy darab sajt szerintem. Van itt valami más is, nem? Emlékszem, hogy valami más is meg lehetett itt fogni. Ó, ezzel sokkal könnyebb lenne, miért nem ezt próbáltam eddig? Látom egy kicsit kiáratot. Hallod? Ez szó szerint csak oda tudom rakni, mint egy híd. Nem? De ez szó szerint csak szimplán ide tudom fektetni, mint egy híd. Hogy eddig miért nem ezt próbáltam, basszus? Értem már. Ennek is azért megvan a saját kis taktikája, ahogyan elnézem, úgyhogy... Ugyan lehetne ezt minél nagyobbá tenni, valahogyan így. Azaz. Na ez most már jó, ez most már fixen jó, figyelj. Miért nem jó? Mi van? Megvan, a kettőt össze kell kombózni, figyelj. Sajt és kijárati tábla is van. Úgy. Nem. Így? De hallod, én nekem ez nem, ezzel kéne most felmenni a szellőzőre, igaz? Az hogy? Az úgy jó! Csak össze sikerült valamit hozni. Ez az, bemegyek a szellőzőn. Hallod, ez 20 percembe tellett. Na mi van itt? Miért jöttünk mi á? A kicseszett blueprintér. Jó, és akkor tehát ennyi volt, megférkáltuk a tervrajzot, hogyha jól tudom, ebből 16 van a játékban, úgyhogy itt leszünk egy ideig, de hé. Az első pályát most elvileg kibeleztük, tehát az első pálya többet nincs. Megcsináltuk az egész első pályát, nézzük. Szóval most, hogyha kimegyek és megnézzük ezt a select levelt, akkor az első pályán az összes ikon világít, tehát ott mindent megcsináltunk, most jön akkor a második. Hallod, én órákig itt leszek. Egyiken sem sikerült igazából mindent megcsinálni. Wow. Jó, második fejezet, itt tudunk szerezni még extra achievementet és még több extra collectible-öket. Wow, go figure. Mi ez a 3D-s töltőképernyő? Érdekes volt ez a perspektívikus töltőképernyő, na mindegy, szóval. Poroltó, meg ez a szutyok, igen, tehát akkor ezeket behúztuk. Ó, tehát nem is kell újra megnyomkodni, tehát elmenti a játék. Jó, elmenti a játék, értem. Akkor csináljuk meg azt az achievementet, hogy hasznosítsunk újra, tehát kell egy miniszóda. Nem kifejezetten miniszóda kell, csak tehát miniszódát szeretnék, mert kíváncsi voltam, hogy ez miért ilyen pici. Hé, hey, most már nem is annyira pici. Tessék, a miniszóda, ami nagyobb, mint egy normális szóda, szóval ezt elméletileg csak ki kell dobni a kukába. Értelmes egy achievement, újrahasznosítás, jó, újrahasznosítottunk. Másik achievement az, hogy hozzunk még egy szódát, és ezt meg dobjuk ki egy itteni sima kukába elvileg? Itt valahol van egy kuka. Ha, az? Nem ez? Igen, ez jó, oké. Tehát akkor kidobtuk a kukába, és újra is hasznosítottuk zsír. Egyébként a kék bábuk, amiket gyűjtünk, azok ide fognak jönni. Kíváncsiak, hogy a végén nekem kell majd sakkoznom, na az mit menne. Jó, tehát az achievementek többi része az rendkívül összezavaró, úgyhogy én most igazából csak szimplán a saját fejemmel fogok előre menni, és megpróbálom követni, ami le van írva, mert ez nagyon-nagyon összezavaró, de hé. Meg kell húznunk mindent, meg kell nyomnunk mindent, most igazából az itt a fő achievementünk. Azokat csináljuk, hogy kifejezetten, szóval az a jó, hogy elmentette, igen, elmentette azokat, amiket megkrenkelgettem, szóval nem nagyon kell attól félni, hogy esetleg újraindul az egész, vagy tehát reszetelődik. Oké, ebbe a szobában nem csináltam semmit, mert ebbe nem nagyon lehet semmit, igen, tehát ez csak egy ilyen. Ilyen csak hol hagytam el ilyen lecsukhatós cuccokat, vagy tehát esetleg poroltókat, mert én nem nagyon emlékszem, hogy hagytam volna el. Direkt odafigyeltem, hogy tehát mindegyiket megnézzük, de hát nem nagyon sikerült. Legalábbis a statok szerint, amiket látunk, nem nagyon sikerült. Szóval hamarosan elérünk ahhoz a részhez, ahol lehet a következő achievementünk elméletileg? Aha, itt, oké. Okay. Ez is megvolt már, nem nagyon értem, hogy tehát melyiket hagytam el, hogyan hagyhattam el poroltókat, meg ilyeneket. Mennyibe fogadunk, hogy az összes fejezetben hiányzik ilyen egy darab körülbelül. Fix. Itt ugye megvan már a tervrajzunk, tehát hiába el is mehetünk, igen, be van már szépen firkálva a tervrajzunk, jó, akkor mehetünk szerintem tovább, de közben én itt látok egy poroltót. Ez megvolt? Ez is megvolt. Milyen poroltók hiányoznak akkor? Hát hova rakták ezeket, basszus? Itt fenn, itt tehát megtaláltuk az achievementet, mindenképpen. Itt már megvoltunk. Itt lesznek a perspektívikus kockabaromságok. Ez nem volt meg, ez most komoly, pedig az annyira egyértelmű volt, nem tudom, hogy ez miért nem volt meg mindegy, most már megvan, jó, megvan ez a kocka, és ott is megvan a kapcsoló. Szerintem a poroltókkal meg, nem mondom azt, hogy végeztünk, mert nem hiszem, hogy végeztünk még, de találtunk még egyet, ami eddig nem volt meg, ami nekünk csak jót jelent igazából, szóval ez megvan már húzva, jó, poroltó esetleg, itt is kell valahol lennie, mindenhol van poroltó. Talán itt benn? Aha!
ez sem volt meg, pedig ez is annyira egyértelmű helyen volt. Kapcsoló az viszont megvan, jó. Elég jó, tűnik, hogy kapcsolóból több van, mint poroltóból. Ja, meg ugye itt van ez a nagyon-nagyon értelmes puzzle, és akkor erre van ráfestve, igen, a kocka, aha. És akkor erre szükségünk lesz majd, hogyha jól tudom. Erre a feles felépített kockára, erre mindenképpen szükségünk lesz, ugyanis ez kell. Egy másik achievement ez legalábbis, a guide azt írja, úgyhogy eljövünk ide, és... Ez sem volt meg, te hallod? Én abszolút... És... Én abszolút nem figyeltem, én nagyon-nagyon figyelmetlen voltam, nem tudom, hogy ezeket hogy hagyhatnám ki. Te mit csinálsz? Itt fenn esetleg egy kapcsolót vagy egy poroltót nem raktatok ide? Ó. Oh. Miért csinálod ezt? Nem tudom. Na szóval, elvileg ide kellett eljönnünk. Itt is van a kockánk, ugye ez a feles-feles kocka. És akkor mindjárt megnézem, hogy mit kell csinálni. Egyelőre elvileg hagyhatjuk ezt a kockát, és tehát csak be kell sétálnom ide a sötétségbe. Ez mind végig itt volt? Annyira szeretem, amikor, tehát vannak olyan easter egg-ek, amik úgy mind végig ott voltak. Csak tehát mi nem találtuk meg őket. Mit kezdik ezen a terepen? Szép. Csillagokból ki fog jönni valami? Szerintem ez, hogyha úgy nézem, a csillagokból összeállna valami, így egy ilyen... Egy asztal, nem? Így, igazából egy asztal jön ki belőle, majdnem. Így nagyon-nagyon durván összeállnak, de nem éppen. Eljek inkább középre, vagy... Hú, várjunk, itt is vannak egyébként csillagok, amik így összeállhatnak. Mennyire kell nekik összeállniuk? Így is úgy néz ki, mintha kijönne egy alakzat, de nem nagyon tudom igazából... megmondani, hogy mi szeretne ez lenni, esetleg, hogyha középről néznénk? Így? Így is kijön. Igazából egy alakzat. Mondjuk nem éppen teljes, sajnos. Jó, így is kijön valami. Ez lesz az? Szerintem aha! Tényleg egy asztal volt. Meg vagyunk. Nagyjából középről kellett nézni. Mondjuk, tehát, hogy mit kezdjek ezzel az infóval, hogy ott volt egy asztal az égbe, azt nem tudom, de... Gondolom ez is fontos valamire. Ez így jó szerintem mindenképpen. Aha, viszont most akkor ott van az égen egy lyuk. Abban mindenképpen bele kell mennünk. Erre kellett a kocka? Nem, ezt át csak úgy valamire kellett, viszont azt írják, hogy a kockát rakjam le... Valahogyan... Így. Nem? Állj meg! Léci, nem tudom, hogy mekkorának kell lenni, azt nem mondták, hogy mekkorát, csak annyit mondtak, hogy rakjam le így. Úgy. Jó, leraktam úgy, mi a kövi, várjunk. Hello. Hagytunk. Kulcsel meg Lempirst. Van egy kapcsoló, ami kimaradt szerintem, vagyis hát úgy néz ki, mint hogyha kimaradt volna az a kapcsoló. Oké. Okay. Ben vagyok. Nem vagyok ben, mellé estem. Jó, ben vagyok. Ez volt az a szoba, ahol mi bejöttünk? Ez volt az egyik szerintem, mindenképpen, és itt ezt... Ezt megcsináltuk, jó. És a kapcsolót is igaz ott? Aha, jó, megvan a kapcsoló is, oké. Okay. Várjunk, rosszul csináltam, mert tehát azt mondták, hogy... Nem kellett volna ide bejönnöm, nem. Kinnit meg kellett volna... Ó, ennek a szutyoknak a tetején van valami, ez most komoly. Ez tényleg, tehát... Wow, ez nagyon-nagyon durván súnyi volt, oké. Okay. Elvileg itt is van valahol egy megszínezett sakbábú a szellőzőkön, szóval amikor én utána nézek a dolgoknak, akkor én általában nem szoktam megnézni, hogy hogy kell megcsinálni, csak tehát azt nézem meg, hogy hol van. Jó, megbeszéltük játék, oké. Okay. Hogyha te ezt szeretnéd, akkor ezt fogjuk csinálni, mondjuk ez egy picit túl nagy. Nem, légy szíves, ne bugoljatok. A dobókockát bárhova rakod, azt tehát bugolni fog valamivel, úgyhogy inkább a sak... Léci. Hallod? Na, meg is vagyunk szerintem. Oké, meg vagyunk a szellőzőn. A zsinoroknak is van hitboxa, azzal nagyon-nagyon vigyázni kell, mert le fog minket lökni. Mindjárt jövök, kék bábú, eljutok hozzád. Jó, meg vagy te is. Jézusom, hogy ezek mennyire durván el vannak dugva. Oké, meg egy achievement, ami itt található, az, hogy vigyük vissza ezt a dobókockát, és rakjuk vissza ugyanabba a kukába, ahol találtuk, és elméletileg ki fog írni a játék, hogy vidd el a szemetedet inkább máshova. Geniálisak ezek az achievementek. Tehát megmásszuk újra ezt a helyet, mondjuk, ja, így egy picit könnyebb volt, dobókocka, gyere csak vissza, összenyomlak téged nagyon-nagyon picire, és visszaraklak téged a kukába, és az is elvileg egy achievement, figyelj. Nem? Összenyomjuk nagyon picire? Történik oda le? Ó! Oh. Jó, elviszem akkor a szemetemet máshova. És akkor elvileg itt lesz majd a holdas jelenet, ugye? Szóval elvileg itt, hogyha tovább megyünk a holdashoz, ott akkor tehát ki lehet mászni fent.
Szóval mászunk ki, mert ott van egy tervrajz, és mi tehát most azokat, most mindent össze fogunk gyűjteni, most 100%-olunk. Ezt fix, hogy itt hagytam. Természetesen itt hagytam, mert az hogy vettem volna észre, mögöttem volt. Ez most mennyire... Jó, ezt viszont fix, hogy észrevettem, tehát ezt nem létezik, hogy kihagytam. Ezt is kihagyta, hallod, én nagyon-nagyon suta vagyok, és ezt is. Jó, hogyha ilyen helyeken vannak a kapcsolók, akkor tehát már értem, hogy miért hagytam ki őket. Viszont lehozzuk a holdat, és tehát a hold elvileg, ugye nem gurul el, tehát őt csak úgy szimplán meg tudjuk fogni, és oda tudjuk rakni, ahova akarjuk. Jó, te vagy a további menet a pályához, úgyhogy téged nem foglak csesztetni. Viszont a sajtot mindenképpen. A sajtot azt ilyen gigantikusan a lehető legnagyobbra kell csinálni, amekkorára csak tudjuk, úgy nagyjából. És akkor csak vinni kell magunkkal a holdat? Tényleg? Mert hogy a hold az ugye nem mozog el, tehát le tudom rakni például csak úgy oda. Mondjuk picikét így közelebb kéne valahogyan így. Aha. És a hold az ténylegesen nem mozog el. Jó, akkor igazából építkezhetünk a holdra is. Hát hogyha mondjuk a játék is úgy akarja, hogy megálljanak itt az objektumok rajta, úgyhogy ez egy picikét trükkös lesz, de teljes mértékben megoldható, csak szerencse kérdése. Vagy egyébként megpróbáljuk azt is, hogy a holdat normálisabb helyre rakjuk ahhoz képest, esetleg úgy, az mondjuk félig mindig benne van. Tök mindegy, figyelj, megnézzük, hogy hátha. Na ez így már jobban tetszik, mint bármi, amit múltkor elértünk. Picike. Nem hiszem, ahogy összenyomtam ezt a retkes sajt, már megint a sajt, mindig a sajta van a probléma. Na de az a holddal ezzel, tehát láthattuk, hogy igen, tudunk gyakorlatilag repülni, csak timing. Oh. Oké. Okay. Gyerünk. Jó, jó. Nem kell diszkó. Kelljen diszkó? Ettől jobban néz ki igazából az éget, ettől legalább van itt fenn valami ég. Ó, mennyi van belőle? Bármelyiket lenyomod, igazából látod, hogy tehát ez csak egy szoba, viszont hogyha bekapcsolod, akkor meg úgy néz ki, mint hogyha... Wow, ez lenyűgöző. És akkor itt is van a tervrajzunk. Igen, jó, megvan most már az is. Ez pedig hova visz? Nem akarok belemenni az őszintet megválva. Jó, bemegyek inkább, mert figyelj, egyszer élünk egyrészt, másrészt meg tudtam, már végeztünk. Ja, hogy ez nem is egy teleport, aztán csak annyi. Jó, akkor mindenképpen normális módon kell kivinni a pályát. Na de viszont a guide szerint végeztünk mindennel, a második pályán mehetünk át a harmadikra. Utolsó dolog, amit kihagyhattunk, az ez itt. Szóval nem hagytuk ki, jó, ennyi volt. Vége, elméletileg megcsináltunk mindent a második pályán. Lássuk csak. A poroltókból hiányzik még egy. Ja, meg van egy új fajtájú dolog, a csillagjegyek is. Jó, második pályán hiányzik egy poroltó, oké. Megvan, melyik hiányzott. Jó, igen, jó. Akkor a második pálya is most már készen van. Harmadik. A töltőképen, ezt nem is láttuk még. Mekkora ez a töltőcsík, zseniális. Ú, most van egy piros elemünk is, és hiányzik meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Felettébb elszomorít, de rendben. Melyiket nem kértük még? A jól tudom, van egyébként, tehát arra is egységment, hogy kérjem ki az összes ilyen szutykot, szóval helyé elkértünk még egyet. Elvileg, nem mondod komolyan, a legelső ajtó, ahol bejövünk, bejössz, megfordulsz, bruh. Annyira zseniálisan vannak ezek elrejtve. Oké, szóval megyünk még egy csillagjegyet megkeresni, na most mi lesz? Feltételezem kell, megint nagyjából középre kell állnunk, ez így már kezd összejönni szerintem. Ó, ez egy bögre. Csésze. Nem tudom mi ez. Ez mindenképpen egy bögre lesz. Aha. Meg vagyunk. Megvárjuk, ameddig körbe rajzolódik. Mire megyünk ezzel? Fogalmam sincs, de tetszenek az effektek. Jó, megvan akkor most már itt is egy, tehát megvan a bögrénk, eddig megvolt ugye az asztal, most már van egy bögre, hogy ezek mit jelentenek, ezt sose fogjuk szerintem megtudni. Kapcsoló? Ezt is kihagytuk már ilyen korán, kihagytuk ezeket a kapcsolókat, ez most komoly? Hát ez nekem nagyon nem ment. Forgatót is kihagytuk, gyakorlatilag mindent kihagytunk, basszus, hát ez nekem nagyon-nagyon nem megy. Ó? Ó? Várjál. Találtam én itt valami érdekeset magunknak. Hát hé, van itt mi nekünk egy szellőző, amiben... Ó. Spammelem a bal klikket, de nem... Megjelenik már az ikon, de nem tudom eltalálni, gyerünk. Nem adja be. Nem adja be, pedig látom az ikonját. Nem akarja. Közelebb kellene menni, igaz? Úgy. Légy szíves. Szóval már benne vagyok félig ebbe a szellőzőben. Nem akarja. Pedig megint csak, tehát látom az ikon, de nem működik. Jó, közelebb megyünk. Így már csak meg lesz, nem? Könyörgöm.
Miért ennyire nehéz? Na végre! Csak sikerült. Itt azt hiszem fel is szedtünk valamit, mert igen, tehát ez kiszedi magával a padlót egy picikét, na de... Itt volt valami extra, és mi ezt felszedtük, hogyha mindenek. Ezt tettünk itt egy kört, nem? Nem nyomkodtam meg a poroltókat, hát én nagyon-nagyon nem voltam toppon, basszus. Ja nem, igazából, tehát csak ez a kettő random kis kollektívus szutyok volt ott. Jó, akkor megyünk lefele. Úgy. Említleg... Oh, szia! Itt van egy totál random arany sakkbábú. Aminek... alacsony gravitációja van, ahogyan elnézem? Mit kezdjek ezzel az infóval? Semmit. Oké, okay. Ez csak egy easter egg, tehát ez nem gyűjthető item, ez nem is számít bele abba a sakkos cuccba, amit mi csinálunk. Na de az ott viszont nekem gyanúsnak tűnik. Ott fenn szerintem mindenképpen lesz valami, várjál, csináljunk valami kis fényt. Azaz, jó, legyen szép nagy megvilágításunk, és akkor csináljunk ebből a szellőző lezáróból egy ilyen hatalmas nagy lépcsőt, légy szíves. Valahogyan így, nem? Aha, valahogyan úgy, csak úgy. És akkor milyen fennakadta a csövön? Így létszik. Ne, másik irányba dőj. Mi történik? Így. Felmegyünk rá. Mondom, felmegyünk rá. Kérlek, menjünk fel rá. Változtattam neki a belső szögén. Zseniális. Megvan még egy. Jó. Még egy megvan. Következő dolog, ígyunk megint csak szúrettet. Azt már ittuk, azt már ittuk, azt még nem hiszem. Most lentről megyek felfele. A mini szúrát mindenképpen kértük már. Nézzük meg ezt a baking szúrát. Zseniális, ezt is megittuk most már. Mi van még? Random szóra. Jó, nem kapunk ebből most már semmit, ez ennyi volt. Hogyan estem át rajta és estem vissza a világba? Mi a franc történt ott? Hát az effekt alatt úgy éreztem magam, mintha belettem volna szívva. Csabaj, megesik, hogy a csiga elesik, és akkor ide bentre megint csak egy kapcsoló, két szellőzőt is nézek valahol. Elméletileg, tehát valami szellőzőt fogunk most keresni. Ó, gyalma. Nem lehet kiszedni, mindegy. Szóval mi most kifejezetten egy szellőzőt keresünk. Na, ezek a kapcsolók és poroltók legalább megvannak. Aha, itt van a szellőző, gondolom, amit kerestünk. Először mindig inkább körbenézek. Szóval elvileg valahol van itt egy tervrajz. Tehát egy tervrajz éjjött. Ici. Nem kell kétszer mondani, oké, meg vagyunk. Megfirkantottuk azt is, van itt még valami? Nem, itt már nincs úgy nagyon semmi, szóval itt lesz valahol a szoba, ahol ugye sok kisebb részre fog szétszakadni. A kocka, ez az? Nem, ezek az ajtós kockák. Jó, ezekkel nem nagyon kell foglalkoznunk. Ó, szia! Olyamat mindig mögénk rakták be őket. Megint, ahogyan bejövök, közvetlen mögöttem van. Ezeket direkt így rakták. Jó. Szóval itt el kell vinnünk ebből egy darabot elvileg. Hogy mire? Azt még nem nagyon, azt nem írják le, hogy mire vigyem ezt el, csak tehát szimplán magunkkal kell vinni egyet. Oké, magammal hozom. Jó, azt megszereztük már. Szóval ide kellene valamiért nekünk ez a kocka darab? Mert mi van oda lent, ami... Vagy esetleg oda fent? Mi a franc történik? Jó, hogy ezt csak úgy szimplán magunkkal kell vinni? Tehát az nincsen megmondva, hogy itt kell elhasználni, csak tehát vigyük magunkkal, jó? Hozom. Oké, szétdőlünk itt, és akkor újra kapcsolom, meg a poroltó. Az a poroltó, az megvan. Ja, ez már kiárat a pályának, haluk. Nem akarunk mi még kimenni. Hanem ide fel szeretnénk jönni, és itt van még egy poroltó, meg egy tervrajz. Oké, miket firkálunk egyébként? Mi a lória a tervrajzoknak? Mi valami őrült tudósok vagyunk? Vagy? Hát ezt, hogyha szeretném, se tudnám megmondani. Sőt, azt sem tudom, milyen orientációban van. Szerintem ez így van, de... De miért? Na mindegy, elvileg végeztünk akkor mindennel. Tehát ténylegesen mindent megnéztünk. Kapcsolat, azt megnéztük? Nem. Majdnem kimaradt az utolsó kis kicseszett kapcsoló, mert ez is mögöttük. Mindig, amikor bemész egy szobába, előbb inkább meg kell fordulni, hogy megnézni, mi van mögötted. Mert általában kollektíből szutykok vannak mögötted. Meddig tölt? Haló? 1000%-ot elérjük? Zseniális, tökéletes. Betöltöttünk 1000%-ig. Nézzük meg, hogy kihagytunk-e valamit, mert szerintem nem. De hogyha igen, akkor szomorú leszek. Minden megvan. Jó, az első három pályán minden megvan, ugye ahol tehát így ki van húzva, ott nincs, és ahol szürke, ott tehát még hiányzik nekünk. Itt meg tehát nincsen cső. Mi az a cső? Olyan tervrajz. Igen. Jó, ezen a blackouton elvileg ezen van a legkevesebb dolgunk, hogyha minden igaz. Ez volt az ilyen félig horroros map, hogyha minden igaz. Glenn Pierce, addig beszél, légy szíves, mert nyugtató hangod van, kösz. Dr. Glenn Peace. De melyikeket nem ittuk még, amiközben ő beszél? Random szólát nem ittunk még szerintem. Most már ittunk. Aha. Jó van, néztük már random szólát és diétás szóra. Oh!
Kóstold meg az összes szódát. Jó, akkor megvagyunk ezzel, és még egy achievement. Zsír. Várjunk, elvileg én itt elhagytam valamit? Kulcs szó az elvileg, de én itt elhagytam valamit. Ez egy borzalmasan jól elrejtett ajtó. Ez zseniális. Ehhez mekkora agy kellett, basszus. Ez zseniális. Oké, mit látunk most? Mit nézünk? Valószínűleg így kell rá, vagy itt talán? Ez egy kávénak tűnik? Vagy nem, ez egy autó. Autó, nem? Nem tudom, hogy ez mi. Hát figyelj, nem nagyon megyek tovább, mert ahogyan így látom, így egy autó. Most már nem. Most már nem nagyon néz ki egy autónak, nem. Amikor így nézem, így... Így egy autó. Mondjuk tehát az egész játék arra épül, hogy más szemszögből kell nézni a dolgokat, szóval mi lenne, hogyha más szemszögből néznénk dolgokat? Nem akarok más szemszögből nézni dolgokat, mert ez itt olyan szépen összeáll. De mégsem ez a megoldás. Pedig ez tényleg egy autónak néz ki. Figyeljétek meg, közel sem egy autó lesz, valami teljesen más lesz, hoppá, véletlenül kimentem a szobába. Ez fix, hogy nem egy autó lesz. Pedig úgy néz ki. De valószínűleg nem az lesz, és direkt azért, mert tehát haha, és akkor összezavart a játék, és akkor vicces. Mindig nem tudom, hogy hogyan kellene ezt nézni. Ó! Oh. Egy kicsit sajt? Ez most komoly? Én meg azt hittem, hogy ez egy autó. Hát... bebuktam, nem éppen egy autó. Mindegy, megvan akkor a csodálatos csillagjegyünk, a sajt. Haladjunk inkább tovább, nem nagyon tudom. Ja, de ez a pálya kezdődött azzal, hogy volt egy rakatnyi ilyen poroltó, és így elsötétedett a szoba, igaz? Akkor azt újra meg kell majd... Jézusom, ez a sok poroltó. Aha, egy ideig megcsináltuk őket, viszont itt, hogyha jól tudom, időzítőre vagyunk kötve, hogy tehát igen. Jó, mire többet? Kérlek, ne menjen a fény, még ne. Jó, ennyi volt. Látom ott még egyet, jó. Elvileg itt van a következő sornyi. Ezt láttuk, és tehát akkor itt is van valahol egy. Szerintem megvan az összes. Szerintem megcsináltuk mindet ezen a folyosón, hogyha esetleg itt nincsen még egy, nem? Nem tudom, hogy itt van-e még egy. Nem. Szerintem ott nincsen több. Ha a poroltókból nem leszünk meg, akkor valószínűleg ezen a folyosón hagytam el, és tehát akkor csak szimplán újra tudjuk tölteni ezt a pályát, és meg tudjuk nézni tehát csak azt. Mert az láttuk már, hogyha megcsinálunk valamit, akkor tehát az elmentődik. Egyelőre semmi olyat nem látok még, ami nekünk hasznos lenne. Úgyhogy csak megyek előre. Aha, ez a szoba, igen, erre emlékszem. Itt szerintem nem sok kapcsoló lesz, itt valószínűleg a poroltókból lesz úgy kifejezetten több. Ezt majd a pirosan megvilágított szoba, oda megyünk. Így, itt is vagyunk, és akkor itt esetleg van-e poroltó, vagy bármi, ami nekünk fontos lenne. Ahogyan elnézem, nem, viszont ez ugye becsukódik, igen. Kicsit horror elementus a játékba, basszus, hatalmasat megy. Na és akkor átmegyünk, és itt lesz valahol a pirosság, igaz? De hát, hogyha itt elmegyünk ugye ide balra, akkor azt hiszem, igen, itt van egy totál külön szoba. És akkor itt lesz velünk szembe a pirosság? Azt hiszem azért megyünk igazából, csak azért ismételgetem ezt. Ha? Oké. Eléggé közel voltunk akkor ennek a pályának a kimaxolásához. Tényleg ezen a pályán vannak elvileg a legkevesebb dolgok. Tehát nem nagyon kell attól félni, hogy itt sokat leszünk, mert ezen a pályán van a legkevesebb dolog elméletileg. Jó, átugrunk ide a fát. Mi lenne, hogyha ezt követném visszafele? Cső, ja, hogy ez itt hozzákötődik a... Ja, hogy ezt errefele kellene... Ó! Oh. Én mindig az ellentétes irányba mentem, erre fele jöttem, és tehát itt átugrottam, mindegy. Poroltókat és a kapcsolókat így abszolút elhanyagoltam, vagy én, vagy a játék, úgyhogy nem néz ki túl jól az őszintét megválva, de remélem, hogy azért valamit sikerül kihoznunk belőle. Poroltó, kapcsolókat szerintem meg abszolút nem is láttunk, viszont ez a poroltó ez nekem meg már megvolt. Na de most már van gyakorlatilag egy zseblámpánk, úgyhogy ezt most kihasználom a sötét helyeken, hogy lássunk esetleg valamit. Ezt mondjuk valószínűleg észrevettem volna anélkül is, haha. Ennél viszont hátrébb, tehát ezt mi abszolút nem is vihetjük, és ide be, ide viszont ugye bevihetjük. Lássuk csak, hogy itt mik vannak. Ide mondjuk egy kapcsoló szerintem úgy elhelyezhetődne, de nem úgy tűnik, hogy raktak ide kapcsolót. Szóval elvileg itt mi csak úgy szimplán felmegyünk. Mert tehát itt úgy nekünk abszolút nincsen semmi, amit elnézegethetnénk, úgyhogy felmegyünk. Ezt viszem magammal a fény érdekében, jó. És itt van... Valahol egy sakbábú elvileg? Én csak a bábóért jöttem, uram. Esetleg ott fenn, ez annak néz ki szerintem, hogy ott fenn van, úgyhogy ezt lerakjuk ide. Ráugrunk. Fel már... Nem mászunk fel? Ja, mert nem áll meg normálisan, légy szíves. Kösz!
Na és akkor itt fenn vagyunk, innen hova tovább? Még feljebb gondolom. Jó, még feljebb, értettem. Na, most, hogy fenn vagyunk még feljebb, hova még tovább? Még feljebb? Oda? Várjál, ezt megnézzük. Állj fel egyszer, normálisan, köszönöm. Ah, ott a sak... Bá... Lici, fogd meg! Nem akarja. Jó, megnagyobbítjuk egy picikét ezt a táblát. Behozzuk ide, úgy nagyjából. Légy szíves, állj fel normálisan, úgy. Na, cső, eljöttem. Hehe, megvan még egy zsír. Akkor szerintem hamarosan végzünk ezzel a pályával is, nem? Valószínűleg. Ó, poroltó. Meg volt már, gondoltam, ez eléggé egyértelmű volt. Jó, akkor itt jön az IKEA-s jelenet elméletileg, és itt van megint csak valamink. Azt viszont nem írták le, hogy mi, tehát csak annyit írtak, hogy haló, itt figyelj oda, mert itt van valami meg, tehát azt írták le, hogy hogy kell. A babot viszünk. Elvileg legalábbis arra van szükségünk, úgyhogy viszünk szépen babot ide valahova a következő szobák felé. Aha, ide, jó. Tehát akkor oda visszük csak úgy szimplán a babunkat. Mindjárt hozok még babot. Ó, eltűnt az eredeti bab. Diszpannolnak, hogyha visszamegyek? Mindegy, tehát szükségünk lesz ott is egy rakatnyi babra, na meg itt is szükségünk lesz majd egy kis babra, ugyanis beszeretnénk menni ennek az oldalán elvileg, és beszeretnénk ugrani oda, adj egy babot viszont, mert oda kelleni fog, kösz. Tehát felmegyünk ennek a palónak az oldalán, vagyis hát deszkának, és beesünk. Mi az, hogy brrrr? Ez a lecsúszásnak a hangja volt? Trollkodik a játék, fix info, hogy trollkodik. Csünk le. Oké. Okay. Megjöttünk. Mi a terv? Ó, a túloldalán van a kis összet. Tervrajz. Oké, viszont ez kelleni fog, tehát hogy kijöjjünk, mert szerintem, hogyha... Igen, hogyha ide beugrok, akkor valószínűleg softlockkal vagyok, úgyhogy ide kelleni. Légy szíves, bab. Kérlek. Direkt magammal hoztalak meg minden, és tehát nem is vagy úgy annyira segítőkész, jó. Viszont az az ablak ott... Ó! Oh! Sakktábla. Vagy mármint, hogy sima sakk. Oké. Okay. Mindjárt fel, oda, tehát, jó, feljutunk oda, most. Nincsen mindjárt, olyan van, hogy most, úgyhogy most. Lici bab. Ha, oda kellene kiugranunk, jó, egy picit nagyítunk rajta, úgy. Az meg lehet, hogy túl nagy, de meg tud megállni itt fenn? Igen, jó. Jó. Légy szíves. Nem. Kérlek. Ne, most kezd a Unity momentet. Köszönöm. Jó. Megvan még egy, tehát... Várjunk. Hogyha jól számolom, akkor gyakorlatilag ennyi volt. Tehát végeztünk. Vagyis hát akkor, hogyha tényleg, tehát jól számolom. Ha csak nem hagytunk el kapcsolókat és poroltókat, amit szerintem mindenképpen hagytunk el, úgyhogy azt majd öröm lesz basszus visszakeresni, hogy tehát mikor, hol, mit hagytunk el. Na de, itt a pálya vége, megtaláltuk azt, amiért jöttünk igazából, a collectible itemek. És azt bezzeg nem vettem észre. Azt bezzeg nem nyomtam le eredetileg. Jól van, megbeszéltük ezt viszont. Ezt azért kifullasztottuk, jó. Végeztünk ezzel a pályával is, nézzük meg, hogy mi a teendő most akkor. Na, miket hagytunk ki? Minden megvan. Jó. Akkor holnap visszajövünk a Clone, Dollhouse, Labyrinthus és White Space-re, és végzünk akkor mindennel. Megcsináljuk az összes in-game achievementet, és akkor utána valószínűleg ránézhetünk a developer kommentárjára, mert szerintem itt, tehát végezni fogunk az összes achievement-el, nem? Mármint, hogy mik vannak még? Ja, hogy vannak olyanok, hogy rakjál be egy 3D modellt a játékba, töltsél fel egy pályát a workshopra, meg rakjál hozzá valamit a workshophoz. Technikailag meg tudom csinálni, tehát nem annyira durva. Úgyhogy ezt még egyelőre nem tudom, de a játékon belül achievement-eket mindenképpen meg fogjuk szerezni. Ez a videó az valószínűleg rövidebb összevágva, mint tehát felvéve, mert lassan 2 órája veszek. És van egy olyan achievement, hogy vidd ki fél óra alatt a játékot. Wow. Oké, okay. Holnap visszanézünk a maradék pályán lévő gyűjthető dolgokra, és megnézzük a maradék achievementet, és befejezzük a szuperliminált. És akkor nem lesz már több gyűjthető tárgy, megnézhetjük a developer kommentárit, esetleg berakhatok valami 3D modellt a játékba, mert van egy rakatnyi a gépemen. És akkor holnap jövünk és visszanézünk, csösztök, halik. Bruh.